Sziasztok! Ez egy újabb videó, csak így random, méghozzá egy teszt videó. Ott a Railjet, itt pedig egy tesztpálya, méghozzá azért, hogy megvizsgáljam, hogy tapadógyűrű nélkül mennyire bívajak a mozdonyok. Tudni kell, ez egy DVD splintok, ami hát, körülbelül majdnem 1 centi, normál DVD-tok másfél körül van, tehát ebből ki lehet számolni az emelkedést. A mai tesztalanyunk pedig nem más, mint a Nohab DI3. És mivel trapára mentek a tapadógyűrűi, ezért ő a legjobb tesztalany. A sebességet oda lövöm, ahol kb. A Railjet is szokott lenni. Ezt most nem is matarászom. De nagyon szépen kapaszodik föl, és itt már egy kicsit veszítünk a sebességből, de azt vegyük fény, hogy 7-es darab kocsival kell megküzdenie. 7-es darabbal. Ami azt jelenti, hogy 5 megvan. 5 megvan. 5 kocsi, amit föl tud húzni tapadógyűrű nélkül. 7-et is föl tudna, de nyilván az tapadógyűrűvel. De ugyanezt meg tudjuk ismételni. A Railjet mozdonyával is. Jó. No, ez rajta van. Mondjuk erről a kapcsolókról annyit, hogy gyakorlatilag semmit nem ér, és nem akarom megbántani egy gyártót, nem tudom milyen gyártmányú kapcsolók, de igen, Dorfernek ezek a kengyeles kuplungjai pont annyit érnek, hogy sík helyen is simán leakad. Railjet fényekbe visszaállunk, hogy ugyanonnét húzzuk el. Beállítjuk a sebességet ugyanoda. Így. És akkor induljon a húzás. Öt kocsi, és simán felhúzza a 7 kocsit, tehát tapadógyűrű az kell, pótolni kell majd. De működik az elgondolás, mert körülbelül ez a emelkedési szög lenne az ideális a fejpályaudvaros kialakításnál, szóval lehet, hogy az lesz megvalósítva. És hogy miért nem halad az asztal? Kedv, energiahiány. És még mindig nem döntöttem el, hogy fejpályaudvar, vagy pedig ilyen körbe-körbe karikába asztal legyen. Úgyhogy ez még a jövő kérdése. De hát, egyszer majd eldől. Addig is csőt.